Az egyik oldalon tehát a rockstar Cullen, hát még nem igazán dárt csillag, bár óriási tehetség. A másik oldalon pedig a Super Al Gurney. Egyiküknek sem sikerült valami fergetegesen a világbajnokság, pedig én például Cullentől vártam egy nagyon kiugró eredményt, mert ez nem jött össze. Valamiért nekem Cullen kapcsán mindig olyan problémám van, hogy a Players Championship fordulókon, illetve a European Tour versenyeken ki tud jönni neki a lépés, hogy rengeteg Players Championship-et, meg European Tour fordulót is nyert már, de Major tornán valahogy mindig történik vele valami, beblokkol, elidegeskedés, és egyszerűen nem tudja azt a pozíciót kiharcolni magának, amire egyébként a játék tudása, meg a tehetsége alapján érdemes lenne. Gurney, ő meg nyilván ugye egy eléggé nehéz időszakon van túl, hiszen azért kiesett ugye a közvetlen élmezőnyből, viszont nem játszott rosszul 22. kiemeltként a világbajnokságon, csak hát pekére a harmadik körben beleszaladt egy fantasztikus formában játszó Rob Crossba, és hát egyébként egy totál legál mérkőzést játszottak egymás, ugye 4-3 lett Crossnak, és mind a ketten 99 fölötti átlagot hoztak azon a mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy nüanszok döntöttek azon a találkozón, ennyi erővel akár Cross is bukhatta volna azt a mérkőzést. Igen, és ki tudja, akkor mi lett volna a vége. Így van. 140 közben Cullennek, ő is elég gyorsan kiesett. Jim Williams még megverte 3-2-re, aztán Claire McCartertől kikapott, nem kis meglepetés, a 4-3-ra. Annak ellenére, hogy egyébként kb. 7 ponttal jobb volt neki a körátlaga, mint Martijnnek. De hát ez megint csak egy jó példa volt arra, hogy nem a körátlag nyeri a mérkőzést, hanem a megdobott dupla. 100-as. Kajna Mastersben eddig egy negyed döntőt tud felmutatni 2019-ből. Görni pedig 4-szer volt 8-at döntős. Tavaly kikapott Csisznától az első kanyarban Görni 10-9-re. Cullen pedig figyelj közben. 180! Szóval Cullen tavaly megvette Buntingon, de aztán Price volt a végállomás. Egyébként kettejük tekintetében ez a szerint számításaim szerint 16. egymás elleni mérkőzésük. És hát eléggé egyoldalú a leosztás, 11-4-re vezet Joe Cullen. Ez tényleg meglepő különbség. Igen, az utolsó meccsüket Gurney nyerte 6-4 arányban egy Players Championship fordulón tavaly februárban, de árnyalja a képet, hogyha mondjuk az utolsó 5 meccsüket veszem, közben megoldja a kiszállót első nyillal Cullen. Hát ugye az utolsó 5 mérkőzésüket veszem, abból 4-et Cullen nyert meg, és csak azt az egy utolsót nyerte meg Gurney. És villám gyorsan zsebre vág egy leget hátsó pályáról. 140-nel kezdi a legjét. Ez is. Százas. Az alsó ágon vannak ők, aki itt tovább jut, majd Gary Andersonnal játszik szombaton. És ugye szintén ezen az ágon van Michael van Gerwen. Ő majd a Petersen Humphries meccs tovább jutójával találkozik. És milyen fura azt kimondani, hogy most felsoroltál 6 játékost. Ugye Van Gerwen, Devon Petersen, Luke Humphries, Gary Anderson, Daryl Gurney, illetve Joe Cullen. Ebből a 6 játékosból egy valaki lesz ott az elődöntőben. Igen, igen. Sajnos már legjobb 8 között összejöhet egy Anderson Van Gerwen meccs. De hát ez a Mastersnek a szépsége. Itt tényleg a creme de la creme-je van ott a dartsnak. Ezt mondd ki még egyszer, ha szép volt. Creme de la creme. Creme de la creme. Ez jó. Marad a 20 pont. Cullennek 13-a kell az ötös és a dupla 4. Dupla 2.
Az igen, már a helyén van. Ott már tud javítani. 2-0. '96. '84. Ugye 11. Kalin a világ ranglistán 313.750 fontot keresett. Ó, az elég szépen kicsúszott a kezéből, ilyet is ritkán látunk profi dárcostól. A váltás tripla 19 annyira jól sikerült, hogy a dupla 3 alá dobta. 140, itt van Görninek, ő sincs kiszállón. Hoppá, itt azért a kapanyelet bedobták, rendesen. Előfordul az ilyen legjobb családban is. De Kalennek innentől kezdve nem nagyon kell aggódni, a saját kezdéseire kell összerakni rendesen a játékát, rendben legyen a tripla is, meg a végén a dupla is. A saját kezdéseit hozzá, akkor szépen le tudja menedzselni ezt a mérkőzést. Igen, csak nem ennyire egyszerű az élet. Ez tény és való, és egyébként mind a két játékosról elmondható, hogy nem az egyszerűségért szokták szeretni a dárcot sem. Dupla 20. Szép! Gyönyörű 15 nyilas játék. Görni feliratkozik az eredményjelzőre. Volt itt minden, mint a Wushliban. 83. '140. Görni két major tornát nyert. 180! Egy World Grand Prix 2017-ben, illetve egy Players Championship döntőt 2018-ban. 140! Ivan Kalennek ezzel szemben két European Tour forduló van a neve mellett. Ezen kívül pedig 5 darab Players Championship fordulót tudott megnyerni. Neki nincsen major győzelme. Nincs, még. Nincs döntője, sincs még. 180! Ez most nagyon masszív Görnitől. Három kör alatt lent van 41 ponton. Szerintem nem vállalok nagy kockázatot, ha azt mondom, hogy itt hamarosan 2-2 lesz az állás. Dupla 16. Dupla 8. No, nem jó. Pedig most ebben a legben nagyon bekezdett Görni. 113-ra kell még a tripla 19, megvan dupla 18. Nem tud válaszolni így Kalán. Majdnem 2-0-ról 2-2. Majdnem rám cáfolt, én már az előbb bemondtam a 2-2-t, az nem sok híja volt a 3-1-nek, de ott a 2-2. Felébredt Derek Görni. Fölbizony, 99,62-nél van a kör átlaga jelenleg az északírnek, míg Kalennek 91,4-nél. '85 a válasz. '140. 6 nyilal megvan a százas átlag. Nagyon jó a váltás, és 174 pont, gyönyörű. 59 pontos forma kerül ezzel Kalen. És Görni nem fog tudni kiszállóra érkezni. 96 ponttal 205 marad. '140. Nagyon szép, 102 ponton, 3 kör alatt. '100. Ott az esély kell ennek, hogy megint magához ragadja a vezetést.
nem lesz meg 17-es kerekítés, így marad a 40 pont. Ott van a nyakán Görni, meglepheti. 105 pont. Lefelé néz, 19-esre fog dobni. Felváltás tripla 18-ra. Nem lesz meg. Nem. Kell a tripla 20, akkor a végére. Az sem lesz meg. 48 pontja marad ezzel Görninek. Kalen pedig megoldja a dupla 20-at, megint egy 13 nyilas játék. Az első legben is egy 13 nyilassal brékelt, most megint egy 13 nyilassal brékel Joe Kalen. És vezet 3-2-re. Száznyolcvan! Egészen pazar a nyitány. Nem jön a válasz. Mindössze egy tripla Görnitől. Jó a negyedik. Az ötödik alatta van, lehet fújolni. Nagyon szépen halad. Halad, vágtat. Igen, átlépte a százas átlaghatár Joe Kalen ezzel a 140-es dobással. Fifty-four. 54 pont. Még ez is jó lehet. Bőven. Görni nagyon magasan. 346-ról 180-nal sem tudott volna kiszállóra érkezni Görni. Úgyhogy van még mindig 6 nyila Kalennek. Erre a 127-re nem kell rámenni a búra. Így van. Nagyon okos. 18-as kerekítés, nem vállal felesleges kockázatot, letutízza, lesimázza. Jó, Görny azért leviszi, nyilván megfelezte. Dupla 16, még kettő nyíl. Jó, ott van másodikra, 14 nyilas játék. Megint vezet két leggel. Jó, volt 2-0, 2-2, most 4-2. Akkor most a sorminta alapján Görninek kell kettő leget nyernie, ugye erre gondolsz? Van egy olyan fogadás, ami megcsinálja. Jók a kiszállók eddig. Kalennél 6-4. Görninél pedig 4-2. Egy 85. Megint ott vannak a triplák. 140. Az igen. 180. Nagyon magas színvonalú mérkőzés. Íme az átlagok. No, 130, 140. A 140 nem lesz meg. 80 a maradék. 130. Egy tripla a helyén. És a bulla végére. Ezúttal nem. Marad a 25 pont, és akkor Görninek esélye 80-ra. Megvan a tripla 20, dupla 10, dupla 5. Nincs a helyén. Nincs a helyén, és most citerázhat, hogy ne legyen 5-2. Már pedig nagyon jó esély mutatkozik rá, két nyíl dupla 8-ra. Egy is elég neki, a legnagyobb különbség eddig a mérkőzése. Nagy esélyt szalasztott el Görni. 4-3 lehetett volna. És ez könnyen a mérkőzésébe kerülhet tekintettel arra, hogy jön a 8. leg, és Kalen fog kezdeni. Na, de nem egyessel kellene. Ja, ő is már veszt egy saját kezdés, de most ebben belefér az is simán, ha ezt elbukja. Igen, csak a különbség az, hogy Kalen mindössze egyetlen egy kezdését veszítette el, míg Görni 3-at igen, is a saját igen, kezdéseiből. Pedig úgy egyébként tartja a lépés Görni, az átlagokat tekintve is. 180! Ez igen, a negyedik Kalennek, kettő van Görninek. 83 a válasz. Most tényleg nagy bajban Görni. Szenzációsan játszik Kalen. De még nincs kiszálló, most kéne egy nagyon magas érték Görninek.
Nem nagyon magas. Hát nem eléggé magas, igen. Inkább azt mondom. 140. 44 ponton van. Joe Cullen 12 nyílból. Hát, mérkőzésnyilag fognak, igen, következni. A célszalagot átszakíthatja most. 57. Big Fish azért ott van, biztonság kedvéért, de nem dupla hiszem, 16, nem hiszem, hogy Cullen esélyt ad erre. És nem bizony. A másodikra megoldja Joe Cullen, ez a vége. A sportbarátság megmarad. Cullen, Gurney 6-2. Úgyhogy Cullen készülhet a Gary Anderson elleni szuper csatára. Szünet, és még két mérkőzésünk maradt. Először van Dövenból, de csap össze Simon Whitlockkal, majd Jon Petersen, Luke Humphreyszal.